Köszöntöm nézőinket, és köszöntöm a stúdióban vendégünket, Hoffecker Ferencet, a Független Demokratikus Szakszervezet elnökét. Jó napot kívánok! Közösségi közlekedés, pécsi helyi közlekedés, hogy régebben mondták, munkavállalói szemmel, ez a mai témánk. Ugyebár szeptembertől állnak forgalomba a Hollandiából vásárolt, használt, de állítólag jó állapotú autóbuszok, méghozzá 115 darab, de azért hosszú út vezetett idáig, és hát ezt a dolgozók is megérezték. Hol kezdjük? Hát kezdhetjük a legelején. Ugye 2011-ben a foglalás után gyakorlatilag a város kezébe vette a közösségi közlekedés irányítását. Ezt azért el kell mondani a tulajdonosokról, hogy 2011-ben nagyon komolyan odaálltak a közösségi közlekedés mögé, finanszírozás átütemezésével és plusz források bevonásával 2011 év végére felhoztuk, elmondhatom, a munkavállalókkal együtt a közösségi közlekedést egy aránylag jó szintre. Akkor mi már jeleztük, hogy ezt a fajta struktúrát, ezt a fajta finanszírozást, ezt a rendszert ebben a formában nem lehet fenntartani, hiszen borzasztó mennyiségű pénzt emészt fel, új irányba kellene elmozdulni, amire mi tettünk javaslatokat is. Mi emésztett fel sok pénzt? Mi került sokba azon a rendszeren? Egyáltalán hogy nézett ki ez a rendszer így? Így laikusként nem biztos, hogy értjük ezt. Ez a rendszer úgy nézett ki, hogy a foglalás egyik oka a járművek karbantartatlansága volt. Gyakorlatilag ezeket a járműveket kellett felhozni egy olyan szintre, ami biztosította a közösségi közlekedésnek a folyamatos működését. Hát ugye a városvezetők is kimondták, hogy rengeteg járat maradt ki a karbantartatlanság miatt. Ennek a hátterét ne elemezzük, én úgy gondolom, hogy az egy másik történet. Ugye ott a járművek már elérték a 10 éves átlagéletkort, nagyon-nagyon elmaradt műszaki színvonalon álltak. A busztek akkor egy bizonyos költségér, ha jól emlékszem, volt olyan év, hogy 300 millió forint javította meg a járműveket, ami nagyon kevés volt. Hogy ennek az oka mi, azt ne elemezzük, az nagyon hosszú lenne. Ezt kellett visszaállítani, illetve el kellett volna kezdeni már akkor gondolkodni az új rájárművek beszerzéséről. Apróbb részletekben, nekünk az volt a javaslatunk, hogy apróbb részletekben, tehát 20-30-asával, amit egyébként elbír a város is. Mindannyian tudjuk, hogy a város tűrőképessége azért egy bizonyos keretek közé van. Véges. Viszont a buszcsere program az úgy indult, hogy pár darab busszal, nem? Igen, én mindig azt mondom, hogy a buszcsere program nem volt a tükebusznak autóbusza, tehát nem volt mit lecserélni. Persze a szavakon lovagolhatunk. Az már szerintem egy picit elkésett dolog volt, hiszen mindannyian tudjuk, hogy legutóbb is 3,5 milliárd forint hitelt vett fel a város, hogy használt autóbuszokat vásároljon. Ez az a 115 darab Hollandiából vásárolt gépjármű. Igen. Ez a 115 jármű, amihez jelen pillanatban szerelőink nem nagyon értenek. Tudomásom szerint a mai napig nincsenek hozzá speciális szerszámok, célszerszámok, az alkatrész ellátottság sem igazán tisztázott még, de egyszerre 115 járművet, használt járművet venni, nem gondolom, hogy ez egy nagyon jó szakmai döntés lett volna. Ez a város azért megérdemli azt, hogy új autóbuszokat kapjon. Lehetett volna új autóbuszokat beszerezni? Tehát gondolom, itt ez egy hosszabb folyamat lenne, mert ahogy hallottam a munkavállalói oldaltól, apróbb buszbeszerzések, új buszok, és akkor tényleg lehetett volna egy új flotta? Én úgy gondolom, hogy lehetett volna, hiszen el is indult az új jármű beszerzése, gondolok itt a Credo típusú járművekre, szóló autóbuszokat, úgy gondolom, hogy ez a város elbírta volna. Ráadásul azért, ha azt nézzük, hogy ez nemzetgazdasági kérdés is, hiszen ezeket az autóbuszokat Magyarországon gyártják, tehát magyar munkahelyeket teremt, itt adózik Magyarországon a gyár munkavállalók, tehát, és új autóbuszok egy éves garanciával,
Most a Volvo buszoknak kiépíteni egy szerelőbázist, egy olyan szervizparkot, ami tényleg a folyamatos működést tudja biztosítani, az mennyibe kerülne? Vagy mekkora munka lenne időben? Van nekünk egy nagyon jó szerelőműhelyünk. Én örülök annak, hogy 2013-ban elindult ez a folyamat, és 2014 áprilisában átadásra is került. Olyan jól működött, hogy ezt meg a politika is, a városi irányítás is megdicsérte. A Tükebusz üzleti jelentésében külön kiemelték, hogy költségmegtakarító volt. Köszönhető ez nagy mértékben az akkor ott dolgozó főmérnöknek, illetve műszaki vezetőnek, aki oroszlán részt vállalt ennek a felépítésében, illetve működtetésében. Én úgy gondolom, hogy maga a javítóbázis, mint épület, infrastruktúra erre megfelelő lesz. A munkavállalókat kell átképezni erre a technológiára. Ez időben mit jelent? Hát én úgy gondolom, hogy a jó pap is holtig tanul, tehát ahhoz, hogy valaki egy járművet nagyon jól tudjon szerelni, és már a motor hangjáról érezze azt, hogy hol kell belenyúlni, hogy lehet megelőzni a nagyobb bajt, ez hosszú idő, nagyon sok idő. No, tehát ott tartunk, hogy érkeznek az új buszok, Volvo buszok, most ez a 115 darab fogja alkotni a pécsi buszflotta gerincét. Hogyan tovább? Mi lesz a folytatás? Hiszen azért itt a helyi érdekeken túl megjelennek országos érdekek is, hiszen a helyi közösségi közlekedés, illetve a helyközi autóbusz, illetve vasút közlekedést kezdik valahogy így összefogni, tehát ilyen terveket hallani, ezek jönnek le a hírekből. Mit tudnak a cégen belül, mit tudnak a munkavállalók, mi lesz a jövőjük? Hátulról kezdeni, a munkavállalók semmit nem tudnak, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz a jövőn, gyakorlatilag nincs kommunikáció a munkavállalók irányában, ötletelések viszont vannak. Egy picit visszamennék, 2013-tól több bizottságülésen elmondtam, hogy ez a folyamat, ez ahhoz vezet, hogy a pécsi közösségi közlekedés az gyakorlatilag zsákutcába fog futni. Sajnos eljutottunk a zsákutcába, már a városvezet is kimondta, hogy válságmenedzselés kell. Amikor elindult a fonódó hálózat, szakszeretünk elmondta azt, hogy azért ez a fonódó hálózat nem úgy kell, hogy működjön, hogy egy irányból, egy oldalról nézzük meg ennek a vetületét, hanem igenis figyelembe kell venni az igényeket, figyelembe kell venni a város teherbíró képességét, és bizony figyelembe kell venni még az úthálózatot is. Pécset elég speciális az úthálózat, ugye gyakorlatilag a város egy völgyben terül el, dombokkal körülvéve, kis utcákkal, autóbusszal, nagyon nehezen járható, illetve járhatatlan utcákkal. Tehát nagyon sok dolgot figyelembe kellett volna venni, sajnos itt egy jó pár dolgot nem vettek figyelembe, legfőképp a város teherbíró képességét. Azt ugye mindannyian tudjuk, hogy az állam nagyon sok beviteli forrást elvett a városoktól, tehát egy csökkentett bevételi forrással mi kilométer hálózatot növeltünk, durván 600 000 kilométerrel többet megyünk. Most lehet, hogy furcsa, de a szakszeretnek ez jó, mert azt mondjuk, hogy több munkavállaló kell, több ember kap munkát, több ember jut a boldoguláshoz, viszont egy szakszervezet nem lehet egoista, hanem őneki ugyanúgy együtt kell rezdülni a várossal, és nem véletlenül mondtuk azt akkor, hogy a város ezt nem bírja el, tönkre fogja tenni a várost. Sajnos majdnem, ha nem is szó szerint, de idáig eljutottunk, hiszen válságmenedzselni kell, és elsősorban a finanszírozást. Igen, magyarul túl sokba kerül. Túl sokba kerül a közlekedés. És nem hozza meg azt a ráfordított értéket. Egy biztos, hogy sokkal kényelmesebb, csak azért úgy gondolom, hogy senki nem örül annak, hogyha ennek a vetülete az lesz, hogy jegyet és bérletet kell emelni, mert nem tudja a város finanszírozni. Ugye, mennyivel kerül most többen, mint amennyire lehetősége lenne? Hát én csak a cégnek az évvégi jelentéséből, illetve a bizottságülésen elhangzottból 300 millió forintot jeleztek, amennyivel többbe kerül ez a hálózat.
és nagyságrendileg nem hozott semmilyen plusz bevételt, annyi, hogy valamilyen szinten kényelmesebb a polgároknak utazni. De az azért számomra is érdekes, hogy rengeteg utas jelezte, hogy miért van az, hogy a konzumáruház előtt mondjuk 8-10 autóbuszon, csúcsidőben csak 8-10 ember ül, és mondjuk csuklós buszokról beszélünk. Nem pazarlás ez, amit a város, illetve a társaság művel. Volt egy markáns véleménye, vagy egy ennél több egy terve volt a szakszervezetnek a hálózat, illetve a menetrendnek a felállítására, megváltoztatására, nem? Így van. Azt tudni kell, hogy ez egy nagyon komplex rendszer, ebbe úgy belenyúlni, ahogy most belenyúltak, az bűn. Látszik is, válságmenedzselés lett a vége. Ez a rendszer, ami Pécsett kialakult, ez hosszú évtizedeken keresztül állt fel, valamilyen szinten igazodva az utazási igényekhez, és amikor az ipari kapacitás jelentősen lecsökkent a városba, bányák, gyárak, egyéb ipari létesítmények működése megszűnt, akkor ehhez apránként, de szépen vissza lett építve ez a fajta hálózat. Jelen pillanatban termelésünk nem növekedett, az utazási igények nagyon sok, tehát az utazási igények nagy része az a munkába járáshoz kell csúcsidőbe, illetve iskolába járáshoz csúcsidőbe. A szakszervezet terve az volt, hogy a csúcsidei forgalmat erősítsük meg. Terveztük azt, hogy a fonódó hálózat egy része, annak örülünk egyébként, hogy megjelent a mi ötletünk is, hogy a fonódó hálózatnak legyen része az, hogy a peremkerületekről hozzák be az utasokat átszállás nélkül a központba, és ott legyen az elosztás, de ezt egyelőre a város teherbíró képessége miatt csak és kizárólag a csúcsidei forgalomra szerettük volna, illetve szerettünk volna egy olyan baleseti gócpontot megszüntetni, ami egyébként utazási igényel is párosul, hogy Rózsadombról közvetlenül menjen járat az egyetem város területére, mert ezért nagyon sokat vezettünk azon a jó magam is azon a területen, és bizony az utasoknak egy jelentős része délelőtt és délután is Rózsadombról az egyetem város irányába megy, és most sajnos át kell szállniuk, és eléggé veszélyes körülmények között, hát sajnos ez nem valósult meg. Ez nagyságrendileg olcsóbb lett volna a mostani rendszernél, és természetesen azt is lehetett volna finomítani, kellett volna finomítani, de mindenképp figyelembe venni a város terbíró képességét. Ez a terv akkor nem valósult meg, helyette lett más. Most jelenleg a dolgozók, elsősorban buszvezetőkre gondolok, hányan vannak, mennyire elégedettek ezzel a rendszerrel, illetve olvasom az újságban is, hogy álláshirdetés van, tehát veszik fel a buszvezetőket, vagy vennék pontosabban. Hát igen, ez nagyon jó kérdés. Ugye elhangzott az a mobilitás központ felállítása, amelynek július 1-től kellett volna életbe lépni. Jó magam ezt már jeleztem szintén egy bizottsági ülésen, hogy elhamarkodott ez a fajta döntés, nem megalapozott, nincsenek meg a feltételek. Sajnos ismét igazam lett, eltolták január 1-ére, mondván, hogy nincsenek meg a feltételek, tehát gyakorlatilag megismételtek engem. Nem örülök neki, hogy igazam lett, jobban örültem volna annak, hogyha tévedek. Ugye a munkavállalókat nem igazán vonják be ezekbe a tervezésekbe, nem vonják be az elképzelésekbe, bár a legutóbbi bizottságülésen, ahol jelen voltam, az elnök úr azt mondta, hogy ennek semmi akadálya, hát természetesen a munkavállalók is részt vehetnek benne, még nincs semmilyen megkeresés, felkérés, uram, bocsá, még tájékoztatás sem. Eléggé feszült a hangulat, olyannyira feszült, hogy egy kollégánk pontosan a hangulat kialakult, erre a feszültségre való hivatkozással mondott fel, és azt mondta, hogy nem akar tovább már ebbe a környezetbe dolgozni. Vezető? Gépkocsi vezető. Azt is tudni kell, hogy Magyarországon óriási gépkocsi vezető hiány van. Azért ez egy nagyon-nagyon felelős szakma, óriási felelősséggel jár. Addig nincs baj, amíg nem történik baj, azt látják kívülről, hogy ül egy ember, sőt, sajnos sokszor az autóbusz tárgyának, az autóbusz alkatrészének gondolják
a gépkocsi vezetőt, egészen addig, amíg meg nem történik a baj, akkor az látványos. Hát ugye sajnos a közel múltban történt egy eléggé komoly baleset, ahol azért a gépkocsi vezető egyből középpontba került, hiszen nagyon sokan megsérültek, rosszul lett menet közben az autóbuszon. Óriási felelősség, ide olyan szakemberek kellenek, olyan képzett emberek kellenek, akik elbírják azt a felelősséget, azt a nyomást, hogy igen, mögöttünk 40, 100 vagy 120 ember utazik, és én, hogyha 2-3 centit rosszul húzom a kormányt, bizony tömegkatasztrófa, tömegtragédia lehet belőle. Nem jó a hangulat, várjuk a folytatást, de hát nem vagyunk pozitív gondolatokkal tele. És hát ezen ront vagy javít, azok a hírek rontanak vagy javítanak ezen, amiket hallani, hogy azért a jövőben átalakítások várhatók ezen a területen is, szervezetiek, országos szinten akár. Igen, ha lokál patriótaként nézem a dolgot, akkor egyértelműen ront a helyzet. Hiszen felhívtuk a figyelmet a város vezetésére, hogy ez az út, ez nem járható. Ez az út, és szakmai véleményt adtunk, ez az út, ez csapdába vezet. Sajnos eljutottunk ide. Ebből a szempontból, hogy mondjam, negatív a hangulatunk, hiszen pénzt dobtunk ki az ablakon. Rengeteg pénzt dobtunk ki az ablakon, és nincs eredménye. A 2014-es évben például 1,9 milliárd forintot adott a város és az állam a közösségi közlekedés működtetésére, és nincs eredménye. Tehát az autóbuszok sem ebből az 1,9 milliárd forint plusz pénzből kerülnek beszerzésre, egy külön hitelből. Ez csak a működtetésre? Ez csak a működtetésre. Hát legalábbis egy részére. Hát nagy részére mindenképp. Ami eredmény volt, az a műhelynek a felépítés. Egy ekkora cégnél igenis kell, és nagyon elhibázott döntés volt, hogy saját műhely nem volt már előtte. Kell egy ilyen javító műhely, sokkal rugalmasabban tud reagálni azokra a meghibásodásokra, azokra a jelzésekre, amik a gépkocsi vezetők felől érkeznek, sokkal jobban ki tudja szolgálni a várost. Ugye az a távlati, illetve az az elképzelés, amit egyébként szintén a tulajdonos vetett fel a közgyűlésen, hogy a Volánhoz próbálnak beintegrálni minket, ez egyértelműen egy kudarc. Kudarc a város részére is, kudarc a munkavállalók részére is. A város részére azért tartom kudarcnak, mert nem tudják megoldani ezt a feladatot. Véleményem szerint meg tudnák, hogyha szakemberek irányítanák. A munkavállalók része azért kudarc, mert valószínű ott jövedelmek és egzisztenciális feszültségek jöhetnek létre, és véleményem szerint jönnek is létre. Nem vagyok, tehát egy dologban mindenkinek tudni kell, egy kilométer az x forintba kerül. Ha a város csinálja, akkor is x forint, ha az állam csinálja, akkor is x forint. Valakinek ki kell fizetni. Tehát az, hogy az állam fizeti, vagy a város fizeti, ez az adófizetők számára annyira nem releváns, hogy mindenképp adóból fogják kifizetni. Ami veszteség a város részére, az pedig a saját függetlenségének az elvesztése. Én úgy gondolom, hogy egy megyei jogú város, különösképpen Pécs megérdemli azt, hogy saját közösségi közlekedése legyen, saját kezébe legyen ez a dolog, hiszen sokkal gyorsabban tud reagálni azokra az apró igényekre, ami egyébként nem is apró. Itt van az Európa Kántát Fesztivál, hogy a társaság azonnal tudott reagálni, és járműveket biztosít ennek a kiszolgálására. Én nem vagyok benne biztos, hogy ekkora rendszerbe ez ilyen gyorsan és ilyen hamar megvalósulhat. Mondjuk ez még csak terv, tehát hogy az államhoz visszakerülne a működtetés, de azért már a miniszterelnökséget vezető miniszter is jelezte, hogy azért itt a tömegközlekedésben jelentős szervezeti átalakulások várhatók, vagy lennének jók, nem is tudom, hogy fogalmazott, de minden esetre itt is megindult egy központosítás, és itt már bekerült a vasút is. Hát igen, ez egy roppant érdekes kérdés. Itt azért egy pár számot szeretnék mondani, hogy az utazó közönség, Magyarország utazó közönségének durván a 80%-át az autóbuszok látják el, 20%-a marad a MÁV-ra. Azt is tudni kell, hogy
hogy a sokkal olcsóbb az autóbusz közlekedés, ha 1 kilométerre per fő levetítjük a költségeket. Tehát ez is az autóbuszok irányába. Olcsóbb, mint a vasút. Olcsóbb, mint a vasút, természetesen. Ezt fordítva tudtam, de akkor... Nem, olcsóbb, mint a vasút. Tévhelyben értem. Ugye itt a számításokkal lehet vitatkozni, mert ugye a vasútnál ott beszámolják a vasúti pálya működtetését, fenntartását, a közútnál nem, de mi gondoljuk, hogy a közút az egy teljesen más rendszerrel működik, mint egyébként a vasút. Itt az autóbuszok sokkal flexibilisebbek. Azért a Magyarország településeinek 80%-ában csak és kizárólag autóbuszok mennek. Na most itt kellene valamilyen szinten összehangolni a vasúttal. Nem vagyok benne biztos, hogy ez olyan nagyságrendileg nagy költségmegtakarítást fog eredményezni, mint ahogy egyébként gondolják a döntéshozók. És az utasok kényelme azért az autóbusz irányába megy, főleg a rövidebb távon, hiszen azt tudjuk, meg hát az idősebbek pontosan tudják, ahol vasút volt, hogy a vasút az megállt a falu végén valahol, és az utasoknak végig kellett gyalogolni a falun. Az autóbusz meg polgármesteri kérésre, vagy megegyezés alapján bemegy a faluba, és igen, háztól házig megy a rendszer. Én úgy gondolom, hogy el lehet rajta gondolkodni, meg kell, ezt a célt kellene megvizsgálni. Ha az a cél, hogy nagyságrendileg csökkentsük a közösségi közlekedés költségeit, akkor ezt most mondhatom, hogy nagyságrendben nem lesz eredménye. Ha valami más cél van, amiről mi nem tudunk, elképzelhető, hogy lesz eredménye. Véleményem az, hogy azokat a vonalakat, ahol a fővonalakat, ott igenis erősíteni kell a vasúti közlekedést, főleg a távolsági viszonylatban, egy Pécs-Budapest vagy Szeged-Budapest, egy Debrecen-Budapest igenis erősíteni kell, hiszen ott a teherforgalom is elég jelentős. Azért azt a költségeket a teherforgalom valamilyen szinten kompenzálja. Biztos, hogy van olyan egy-két olyan vonal, ami katonapolitikai szempontból fönn kell tartani, még akkor is, ha most esetleg nem működik, vagy nincs rajta személyforgalom, de összességében meggyőződésem, hogy a kerekes közlekedésé a gazdaságosabb, olcsóbb és kényelmesebb jövő. A jövő az még egy kicsit odébb van, térünk vissza a tükebuszhoz, a helyi közösségi közlekedéshez. Jelenleg tényleg csak röviden, mert lassan lejár a műsoridőnk. A munkavállalói oldal mit tervez most? Van-e valami elképzelése, hogy jobb legyen a helyzetük, hogy több információhoz jussanak a cégen belül, mert itt elhangzott az is, hogy itt vannak hiányosságok. Tehát magyarul mi a szakszervezet terve a közeljövőben? Tényleg a szakszervezet mindig is konstruktív volt, még akkor is, hogyha kifelé nem ezt tolmácsolták, azért a belső tárgyalások mindig minket igazoltak. Ugye április 1-től fölállt egy négy tagú igazgató tanács, bocsánat, július 1-től fölállt egy négy tagú igazgató tanács. Az előző vezérigazgatóval megbeszéltük, hogy július hónapban térünk rá az eddig megszakadt tárgyalásokra. Az elnök úr, Vida János elnök úr azt kérte a szakszervezettől, hogy hadd tájékozódjon ebbe a hónapba, és majd augusztus 5-én ülünk le tájékozódni, tárgyalni közeljövőkbe, urambocsá, bérekről, egyéb juttatásokról. És mindenképpen szeretnénk egy olyan információt kapni, ami valamilyen szinten lenyugtatja a munkavállalók lelki világát. Még egyszer mondom, nagyon veszélyes munkakör az autóbuszvezetői munka. Nem nagyon lehet egy fokozott stresszes állapotba járművet vezetni, emberek életéért felelni közvetlenül. Így van, felelős döntés kell hozni ezen a területen minden szinten, ezt nyugodtan elmondhatjuk.
Én nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk volt, és hallottuk munkavállalói szempontból, milyen a helyzet a pécsi közösségi közlekedést végző cégnél. A tárgyalásokhoz, a céljaikhoz sok sikert kívánok. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönjük szépen, és köszönjük a lehetőséget. Nézőinknek pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, minden jót!